Figyelj, ha ez a csatorna mottója, hogyha két embert is megszopadhatsz, az sem vagy az egyik te vagy, szóval... Értem. Na egy tranquilizert, vagy altatót, hogy van ez magyarul. Igen. Ráteszek, Kaci. Kicsit félek tőle, bevallom. Igen. És akkor instant kártyákat nem játszhatsz ki, amíg az rajtad van. Hogy ezt nem lehetett volna egy körrel korábban megcsinálni? Persze. Lehet, akkor még nem volt nálam egyébként. Jó. Ja, mert hatot és még, ugye, még egyet tudok igen tenni. De az lehet egy húzás is, ha gondolod. Lehet az is? Mi? Jaj. Tehát, hogy az akciófázisod helyen... Ezt nem tudtam. Akkor, egy másik akkor nem ezt csináltam volna. Bocsáss meg, Gacid, akkor még húzás. Most már így jó. Mehet tovább, köszönöm. Nagyon szívesen. Ott segítek, ahol tudok. Én kijátszok egy basic alpakát, és... Dögöljetek. Jó, én nem akarok a negociatorömmel cserélgetni, viszont van egy baby lámám, egy basic lámám, meg ugye Henry félig láma, úgyhogy van három lámám, úgyhogy két lapot húzhatok. Az kemény. Ott meg nem lehet elpusztítani az alpakákat, úgyhogy azzal is csinálni kell valamit. Az hogy lehet? Mert ha van három alpakád, akkor azok örökké van. És kijátszom Ignoramust, aki egy rem, tehát egy kos értelmszerűen, mert Ignoram. És ez azt mondja, hogy kikereshetek egy downgrade-et a deckből, és ezt lerakhatom magam elé. Magamat egy kicsit megszopatom. Viszont, hogyha a köröm elején Ignoramus itt van előttem, akkor egy nálam lévő downgrade kártyát átadhatok valakinek. Jó hangzik. Nem tudom, kit kéne pusztítani. De arra mondjátok valamit, hogy az alpakákat, hogy lehet elpusztítani majd? Ugye őket, az csak az van, hogy cannot be destroyed. Igen. Tehát, de rá tudsz kényszeríteni arra, hogy én feláldozzam, illetve el lehet őket lopni. Aha, lopás. Tehát, hogy ezek mind ilyen card effektek, amiket lehet használni. Csak a destroy effektre nem reagálok nagyon jól. Oké. Jó, én... De miért az enyémmel vagy elfoglalva, amikor ott öt van? Na, ez igaz egyébként, hogy rá kell, mert... Ja, öt van, mert... Jó. Na, mi az a down? Kiraktam egy ilyen... mi a velcro? Ilyen tépőzár. Igen. Szóval egy ilyen tépőzáras védő burkot húztam a saját kis mezőm köré, ami azt mondja, hogy alpakkák és lámák nem tudnak ide bejönni, viszont el sem tudnak innen menni. Bele vannak ragadva tépőzárba. Aha. Ellopni nem lehet. Úgyhogy nem lehet elmozgatni előlem. De destroy-on, meg sacrifice-oltatni lehet. Jó, az a lényeg. Ez a kedvenc kártyám az egész játékban. Na, húzok egyet, de most maradok innen. Jó. Jó, mi? Na. Jó, mi? Jó. Na, és el fogok pusztítani egy... Ezt hova kell tenni? Ez hát mi az egy varázslat? Szóval elpusztítok egy kártyát. Tőled fogok elpusztítani egyet, az most már érthető. Addig már ötöd van, nagyon közel vagy a győzelemhez. Most eltudom a Ignoramust, ugye, az nagyon jó lenne, mert akkor a downgrade marad. Az, hogyha az Ignoramust elpusztítod, akkor nála marad a downgrade, de nem rakhat le többet. Igen. A másik, jó, ez két hely, ez tök mindegy, nem olyan fontos. A negotiator az sem annyira fontos. Na, akkor Ignoramust elpusztítom. Bocs. És amúgy lehet ez az egyik akciót, hogy eldobsz egy kártyát magadtól? Nem. Ilyen nincs. Nincs eldobás, mint jó. Olyan. Jó, de a köröd végén úgyis le kell dobnod. Uh-huh. Meg olyan nincs, hogy túl sok akciód van. Tehát, hogy mindig tudsz mit csinálni, mert hogy csináltad azt, hogy húzol, és aztán húzol még egyet, és aztán húzol még egyet, és aztán a legjobb lapokat megtartod, többit meg kidobod. Tehát, hogy ez mind opció. Na, jó. De az a lényeg, hogy Kacitól ölj. De miért tőlem? Jó. Azért, mert téged gyűlöllek a legjobban. Valószínűleg a földön. Na, majd.
Húznak egyet először is. Ó, ez egy láma. Várjunk pillanat. Várjunk. Érdekes, érdekes. Na akkor először is lerakok egy prehistorik lamadont. Jaj, ne! Csak azt ne. Csak a prehistorik lamadont ne! És mindenkinek fel kell áldozni egy kártyát. Egy kártyát? Aha. Igen. De... Igen, van negatív vagyok. Feel each other player must sacrifice a card. Your hand limit decreases by 5 cards. Tehát nem 5-re, hanem 5-tel. Az más, várjuk. Én azt hittem, hogy 5-re. Az már le van rakva. Nem. És 5 volt a limited eddig, ugye most 0. Vagy nem, mennyi volt a limited? 7 volt a limited. De még ez lehet a kör végén ezt megcsinálni? Vagy most azonnal kell? Vagy még rakhatok, mert ugye több akcióm van. Azt hiszem a kör végén kéne ledobnod, nem? Igen, a kör végén kell ledobnod. Jó, akkor kör végére már csak 5-tel kevesebb lesz. Igen, 2. Várj, de akkor most meg kell számolnom, mennyi van. 7. Szóval csak 2 lap lehet nálam. Két lap lesz nálad. Félolvasom, ez nem jó. Igen, ez tipikusan az a kártya, ami ilyen Hail Mary. Tehát, hogy amikor mindenkitől el kell pusztítani egyet, mert most már az utolsó pillanatban vagyunk, hogy valamelyikük nyerjen, akkor érdemes ezt, mert akkor... Értem. Jó, te mit áldozol fel? Azt muszáj a fieldről egyébként? Igen. Ja, ezt nem is tudom. A sacrifice az mindig a fieldről megy. Ezért a baby goat-ot, nem? Hát nem lehet, nem? Az akkor vissza megy. Fel lehet, csak visszamegy ide. Ja. Annyi, hogy az nem. Hát igazából most, ja. Várjunk csak. Nem. Oké, akkor ezt. Jó, Dávid. Én az egyik basic apakámat. Akkor az a dobóba megy. Én meg a tranquilizert. Ilyet is lehet. Mert hogy nem állatot kell feláldoznom, hanem egy napot. Ez durva. Nem tudtam valamit csinálni, úgyhogy mindegy. De direkt így csináltam. Ja. És van még egy köröm. Mi mostantól egy csapat vagyunk. Az. Lerakok egy mágikus ramikont. Ami egy kosunikorn is, aminek az a mágiája, hogy ha ezt lejátszom, akkor azonnal lerakhatok a mezőre még egy kost. Jézusom! És van még egy kos. Hát hogy ne lenne? Hát kiszámoltam, itt van a gin kosi. Ez nem működik, ez magyarul, igen. De van és még egy. Igen, és bármennyit eldobhatok, és ugyanannyit felvehetek. De ugye már csak 2 lap lehet nálam a végére, ugye? Igen. Úgyhogy ezt nem fogom megtenni szerintem. Igazából csak ezeket el kell sajnos dobnom. Lehet, hogyha nem mutatom meg nektek, amiket dobtál? Nem. Annyira úgy, hogy taktikus. Jó, akkor csak saját és azt hiszem, mehet tovább a játék. És mostantól örökre csak 2 kártyád lehet. Igen. Igen? Hát amíg az a lap előtted van, addig 2 kártya maradhat. De nem, de itt az, hogy igen? Hát mert ugye a hand limited, abból 7. Tehát a köröd végén 2 lap maradhat nálam, amíg van. Én kijátszom a Download More RAM kártyát, és kikeresetek innen. Állandóan keresgéltek. Mit keresel? Egy kost. Értem. Jó, én jöhetek közbe? Persze. Majd... Hagyjak egy lapot? 2. Mert mindig 3 lábam van. Bocsánat. Semmi nem látjuk. Aha. Most nincsen 3 kecskén. Most ugye nekem még én lámát meg alpakkát nem játszhatok ki magam elé. Úgyhogy... Kijátszok egy... Jó kis instant. Nem egy instant? Nem. Egy szlóvic kecske van. Lámát meg... Hát, nehéz. Hardcore parkour goat. Kijátszok egy upgrade-et, ami egy walking trash kompaktor, ami azt mondja, hogy ahhoz, hogy ez aktiválódjon, ahhoz kell, hogy legyen egy kecském, az ugye van a negotiator, és azt mondja, hogy ha ez előttem van a köröm elején, akkor dönthetek úgy, hogy választok egy lapot a discard pakliból, és azt a kezembe veszem,
Ha így teszek, akkor kimarad a húzás fázison. Ez nagyon erős, ez jó lap. Úgyhogy pusztítsuk el. Mindjárt. Húznék egyet, de látom, hogy itt még variálás van. Bocsánat. Rátekerek egyet. Van már egy fehér lap is. Igen. Mondtad. Az egy bébi láma. Jaj. Jó, és én a jetpack remet választottam, ami azt tudja, hogy amikor ez bekerül az istálomba, akkor eldobhatok egy kártyát, hogyha itt teszek, akkor kereshetek egy másik kártyát, és hozzáadhatom a kezemhez. És hogyha... Ez szörnyen izé, imba. Igen. Szóval gyakorlatilag most már nem húzol, hanem választasz. Nem, ez egyszer. Csak egyszer? Jó, aha. Jó. Akkor nem annyira vészes. Úgyhogy... Hát mindig is az összes lapot választottad gyakorlatilag. Én eldobok egy upgrade-et, és választok egy kártyát. Most úgy fejből tüledett a papír. Nagyjából igen egyébként. Kezdem érezni ezt a lámát. Ennyire nem érzem. Olyan sokféle izékártya van, hogy így nehéz. Nagyon sok, hát mi se tudjuk ezeket, hogy melyik mit csinál. Lények számít. Közben ki van? Na Dávid megint? Nem igazából, igen, de akkor most húzok egyet fölöntről, ez úgy talán nem az kell, és akkor nyomhatjuk tovább. Miért itt nézel őt, ott 5 van? Tényleg 5 van? Meg a Dávidnál 4, aztán most kombózza, a Dávid most le fog rakni még egyet. Nem, sajnos. Ez a kezembe jön. Nem csak ez nagyon kijön így. Szóval lerakok ide egy dánkba édet, hogy nem kerülhet hozzád kecske és koskártya. Nem kerülhet hozzád semmi? És akkor nem kerülhet semmi. Szép. De el sem lehet venni semmi. Akkor te kész akadsz. Jó. Akkor bejössz. Jó. És tudom, hogy úgy tűnik, hogy itt pinkelek rá, vagy valami. Nem, ez tényleg nem. Nem, annyira kijön, de igen, ja. De most már talán erre fogok fordulni. De így megteríti a paklit, visszateszek? Igen, ennyi. Többet van a kezedben, mint az asztal. Ez így van. Jó, igen. Jaj. Igen. Nem arra akartam, a másik irányba akartam. Igen, most nem a rászokat kell beletenni. Na, nagyon szépen. Köszönöm. Okay. Nagyon szívesen, ott segítek, ahol tudok. Jó, de tényleg 50 igazad van. Ide nagyon figyelni kell már. Jó. És én állok a legrosszabb. Na most nem tudom, hogy jól fogom egy csinálni, amit csinálok. Remélem, hogy nem. De lerakom... Már még ez lerakásnak számít? Még nem. Már akkor megnézem, mi a bónusz. van 3 plusom. Nem néztem, úgyhogy a bónusz. Ja, jó, igen, de lényeg, nem is kell bónusz. Lerakom ezt a kalózlámát. Aminek van egy képessége, de azt nem veszem figyelembe, az nem kell nekem most. És azt skippelem, úgyhogy húzhatok még egyet. Ja, amúgy lophattam volna másodat, most nem akarok. Kártyát? Aha. Hát nem húztál az előbb? Igen, az első húzás volt, de hogyha ezt lerakom, akkor húzhatok még egyet. Hopp, csöngő szólt. Akkor most játszom le... Hol van az, hogy lerakod, húzhatsz még egyet? Húzhatok másnak a kezéből, ha ezt... Ha nálad van a kör elején ez a kártya. A következő jó, kör elején. Jó, ezt félre olvastam, bocsánat, nem baj, akkor ezt visszarakom. Igen, nekem. Te mit csinálsz rá, Kaci? Megnéztem a diszkárt pályát. Na srácok, segítsétek, hogy jól csinálom, mert lerakok még egyet, mert ugye kettőt csinálhatok. És ide teszem rá, tudjon. És elvileg most van 7 lámám. És az, mi az, amit most leraktál? Ez egy paralelo kos. 20-20-hatok ki, hogyha lerakom, akkor ezt 20-hatok kettőt. De nem és ha igen? Rá. Ja, dobjatok már el, mert akadályozom. Ezzel az instanton megakadályozom. Úgyhogy csak úgy elmegy az a paralelokos. Az elmegy ilyenkor? Elmegy. Hát ha az egy láma lenne, egy paralelo láma lenne, akkor én megkapnám. De így csak ugyan. Jó, és akkor... Megkukás izébe? Aha, de... Aha, jó, és akkor amit húztam, azt is bedobom. Mondjuk. Értem én. Akkor kész vagyok. Ha jó lap volt, akkor különösen dobba, mert akkor Dávid kaptam. Miért kell? Jó, de akkor neked 6 állatod van, úgyhogy most már írdatlanul ellenet kell venni. Igen. De mindenkinek van instantja, úgyhogy szerintem sosem mehetek ki ebből a játékból. Ó, dehogy nem. De
kiválogatja a lapokat. Nem. Igen, igen, igen. És ez nagyon sokat segít. Én a Magical Alpakakort szeretném kijátszani, ami azt tudja, hogy amikor belép az én kis földecskémre, akkor magával hoz még egy alpakkát. És az Adorable Alpakka is belépett a fieldemre, ami azt tudja, hogy amikor ő belép az én fieldemre, akkor én húzhatok még egy kártyát. Erre már nincs valami Isten, tudod elsőt ki lehessen ütni? Mert nekem nincs. Nekem se. Kaci, most valami tervez, ez kemény lesz. Elpusztítom a szivárványos. Ez a beszéd. De... meglepetés emu támadással. Na, az a baj, hogy mivel hogy rengeteg alpakkám van, ezért nem tudod elpusztítani. Viszont mivel hogy kijátszottad, az a kártya az elment. Én olyan hangifektek kellene, hogy meglepődik a közönség is. Ez biztos fáj! Ez fájhat. Ez nagyon fájhat. És rengeteg alpaka. Majd az összes alpaka. Igen. Húzok kettőt. De szóval az alpaka... Alpaka bónusz... nem lehet elpusztítani, ez teljesen irreális. Ez azért irreális, mert ha ezt tudom, akkor nem egy... kost... babakost húzok fel, ami semmit nem tud. Én meg kecskékkel, ezek még rosszul. Kecskék. És nincs is babára. A kecskék jók. Hát... az, hogy mástól húzhatsz. Jó, igen, ezt többet kell húzni, mert neked kártyádban. Jó, emlékszem, ott pont jó kijött. A kos, na az tényleg nem jó. A kos mit tud? A kos az azt tudja, hogy ha eldobsz egy kártyát... valamit elpusztítanak. Destroy an alpaka goater lamakard. Az k***a jó. Nyilván nem akkor, hogy a kettes a hand limited, de igen. Szörnyű. Kész. Én csak húztam hármat. Nem tudok kizetni. Kemény. Ez kemény. Jó, oké. Okay. Nagyon figyellek. Tudom, hogy van 10 darab instantot. 3 kártya, vagy 4 kártyám van összesen. Nekem 2, és nem is lehet több. Nem is baj az. Pusztítani kell gyerekek. Sajnos, nincsenek túl jó kártyám, lerakok egy ilyet. Hogyha elpusztítanátok, vagy feláldozok egy kártyát, akkor inkább ez megy, ez áldozódik fel helyette. Az jó. És amikor feláldozódik, húzhatok 2-t. Hát sajnos, inkább ez a legerősebb kártyám van. Az és nem tudod megakadályozni a gyermeket. Melyik gyermeket? Hát melyiket? Engem. Ja? A kiválasztott. Ja, hogy most le tudjál rakni valami izét? Nem. De igen, mert most 22-t. Egyértelmű, hogy Dave el fog pusztítani. Ha nem veszed, hogy húzzak 2-t? Persze, majd eldöntöm. Viszont húzzak 1-et. Aha! Nagyon izgalmas! Várjunk csak, meg kell néznem, aha! Ez mekkora szar ez a kártya? És hogy upgrade cardot lerakok, akkor az azonnali hatállyal... Hát attól függ, hogy milyen. Nincs ráírva. Mit tud? Én gondolom, igen. Hát akkor lerakom és meglátjuk. No problema. Azt írja, hogy ha van egy láma a mezőmön, ami van, akkor amilyen kártyákat elrakok, azokat nem lehet instant kártyázni. Olvassátok el is, hogy ugyanez a fordítás, mert akkor az üzemjelek. Úgyhogy ez nagyon fontos. You must have a card in your field to play this card. Cards you play cannot be affected by instant cards. Most mindenki nézze ki. Ezt jelenti. Egy másodperc. Mert akkor viszont még a második hát esetben. Ezt még le lehet instant. Ezt még le lehet instant szólni. Igen? És ki hogy van instantokkal? Tele vannak egyértelmű. Nekem egy sincs. Elég szarul. Neked de még egy van. És ezért négy azért van. Ez a játék, látom. Mindjárt lecsapsz hármat. Neked van? Jó, kicsapom akkor. Oh! Ez működik? Hát ez ugye, ez azt tudja, hogy elmegy a diszkádba, és hogyha alpakka lett volna, akkor meg is kapta volna. És alpakka? Nem. Láma. Jó, és akkor a második lépésem, mert berakok még egy alpakát. 7 van. Hála az égnek. Ez nope, és bekerül ide. És nem, a kezedbe kerül. Igen, de akkor megkültem azt is akadályozni, és na mindegy, nem voltam elég kemény ezzel a dolog. Pontosan. Mi? Dobtál el? Picsába! Nem, csak ugyanazt a lapot játszottak ki, amit te, csak
Csak félreértettem. Azt hittem, hogy a mezőjére megy. És akkor nyert volna. Nem a mezőjére megy. De helyettem most fog nyerni. Úgyhogy én kész vagyok ezen. Nem biztos. Dehogy nem. Kaci, remélem tele vagy. Semmim nincs. Miért? Legalább hazudj benne. Jó. Én kijátszom a Goat Meal Raising Cookie-t, és kikereshetek egy goat kártyát. Teljesen egyértelmű. De azt már lerakni nem tudod? De. De miért? Ja nem. Várjál? Nem rakod nem be. Directly into your field. Akkor de. Ezt kell kinegálni. Egy lapon van srácok is, esküszöm, hogy nem instant. Nekem sem, hogyha most nem spórolok. Akkor ennyi. Akkor mindegy. És egy basic-et. Egy basic-kel gondoltam. Bedörzsölni. Mert szerencséd volt, mert engem mindenki megszivatott, és te testem, mert hogy ez... Nem, hát azért volt szerencséd, hogy választottál a pakliból vagy 6-szor. Én meg egyszer sem. Én sem, egyszer sem. Ez nagyon sokat segít, hogyha... Igen, nagyon sokat segített. És utána, igen, azokat választottál, mert még egyet választhatsz. Pontosan. Nekem meg két kártyám volt végig. Igen, de azok nem mi voltunk. A... Na, hát ez megtörtént. Gratulálunk. És nem az, hogy wow, vagy bármi, ez megtörtént. Ez so anti-climatic. Egy baj van ezzel a szöveggel, Kaci, hogy nem látom a könnyeidet. A könnyeket lehet látni idő után. Amikor, igen? Ha, kifolynak a róla? Bizony. Ó, nagyon jó. Még csak amikor látom. Szép volt, ügyes. Jaj! Na! Azt nagyon sajnálom, hogy ti vesztettetek. Azt nem, hogy ne. Mert már láttam, hogy mindig látom, ahogy bekapcsol a Kaci, és akkor elkezd mindenkit uszítani ellenem. Mm-hmm. Tehát ilyen nem történt ebben a játékban. Most tényleg én sem éreztem ezt. Nem. Megtennéd, hogy majd bevágod azokat? Elmondom, én azt szeretném az utóbbi 5 videóból bevágni, amikor én bármit csinálok, mondjuk kinegálom a képességeidet, és te elmondod egy 5 perces kisoldás formájában, Kaci ezt csinálja, mindgame-el mindig uszít mindenki ellen. Egy szót nem szóltam, Kaci mindig ezt csinálja, mindig uszít, úgyhogy Kacit kell leszopatni. Látod, Kaci, megint próbáltál uszítani. És ez meg se fordult a fejedbe, hogy ez az én mind game-em. Nyilván. Mindenki mind game-em. Mennyire sajnálom, hogy téged szívetelek itt ezzel a résszel, ez hiba volt. Nem volt hiba. Hát, de mindig hiba volt. Hát, nyertem. Szép. Van valaki az asztalnál, aki nagyon örül ennek. Igen. Tehát az asztal... Elegánsan viszed a győzelmet, nem tudom. Ez már az asztal 50%-a, aki nagyon örül annak, hogy nem engem szivattál. Én soha nem nyertem. Én nem örülök ennek. Engem ne számolj bele abba. De... Még örülök. Még most mentem, hogy bánom már. Ja! Félreértettem. Én még sosem nyertem a Unstable Unicorns-ban sem. Soha. Egyébként egyszer sem. Nem, Kaci? Emlékszel olyan, hogy nyertem volna? Úgyhogy... Mindig kiszoktál alaposan. Ezzel élek együtt. Mármint, hogy nem literally, csak így a csatornán. Ez az általános. Hogy tetszett egyébként a játék? Tetszett. Ugye mindig az, hogy az első kör a sokkal nehezebb, a második kör az igazi első kör, mert például szóval az alpokák szerintem nagyon erősek voltak ott, mással kellett volna indulnom. Nem igazából, csak nem kecskével kellett volna indulnom, szerintem az gyenge. Nagyon szerencsésen jöttek egyébként, hát nekem meg két alpakkal is voltak ezenben a bébi mellé. Uh-huh. Szép. És aztán utána ezeket húztam. Szóval te egyszer is húztál így random a deck tetejére? Többször is, csak volt nálam egy Magic kártya, és azzal az teljesen elpuffan, mert ugye kikerestem egy nagyon jó kártyát, azt elhúztad, aztán Kaci elhúzta előtte a nópomat, amivel negálni tudtam volna, úgyhogy abban a körben nagyon beszopattatok, de utána visszatért a szerencsé, mert megint húztam egy olyat, amivel kikereshetek. Igen, eléggé visszatért. Ja, ezek a kikeresős kombók, ezek elég jó. Ja. Főleg, ugye igen, ez gerjeszti a további kikereséseket, úgyhogy ez... Igen, de annyi történt igazából, hogy nagyon jól jött ki. Tehát, hogyha neked csak 5 lapod van, és nekem 6, akkor minden nope kártya hozzám jön. És akkor te nyered meg a következő körben. Úgyhogy, ha nálad most nem lett volna nálad most nem lett volna egy nope, akkor megnyered. Ez így van.
Mert egy nálad is egy volt, és nálad is egy volt, de hogy két körét kellett kinegálni. Igen. Kevesen múlott. Na mindegy, második kör az még jobb lesz. Végetek van. De előtte pizza! Nagyon rendesen. Játszani még játszanánk, de ezt nem rajtatok nem segít sokat, ugye? Igen, én is úgy érzem, hogy már a reggelig játszanánk, az nekem lenne kedvem egyébként, de lehet, hogy jobb, ha mégiscsak lezárjuk most. Igen, igen. De azt érzik a srácok, hogy most nem két év fog eltelni a következő látogatásokig, hanem csak másfél. Nagyjából igen. És... Másfél-kettő. Másfél-kettő. Hát ilyen másfél és két év között újra lehet számítani a srácokra, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Tényleg szuper, szuper jó fejség ez, hogy három utazás között időt szakítotok. Nem, azért nem. Jó, most túl sokat utaztunk, de általában nem. De lényeg, igen. Köszönjük szépen a kívást. Most is nagyon jó volt. Sőt, azt mondom, hogy most talán jobb volt, mint a múltkor. Mindig egyre jobb. Pedig most nem nyertél a... szart sem. De egyet nyertem. Ebbet nyertem abból a dobálósból. Szóval megbeszéltem, hogy igazából csak Kaci nem nyert. Igen. Ha valaki ma vesztes, az sajnos Kaci. Szerintem ne éljenek legalább három évig. Nem, kettő alatt kihevered. Az Explodingot is kiheverted. Nektek is nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Ne felejtsétek el, hogyha tetszett a játék, akkor a számlovasban egy kis kedvezménnyel tudjátok megvenni, mert tényleg milyen bajtások vagyunk, baszki. Ennyi. Legjobb. És mindenképp iratkozzatok fel a srácok csatornájára, hogyha benne vagytok még abban a három magyarban, aki még nincs feliratkozva. Itt pedig azért csapjatok rá a csengőre, hogyha tetszett az ő. Ezt még soha senki nem mondta ezen a csatornán, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Mostantól ezt befogjuk, igen, befogjuk építeni. Van az a csengő? Nem tudom, mit csinál. Azt kétszer is meg kell nyomni. Először nyomjátok meg a csengőt, akkor lejön egy kis menü, és nyomjátok meg azt, hogy mindenről kértek értesítést. Mert természetesen kértek. Persze. Ez van. Ez létezik. És akkor szó szerint a telefonjukra kapnak egy értesítést minden alkalommal, amikor valamit csinálnak. Bármit kiraksz. Bármit. Meg az értesítés. Úgyhogy ezt nyomjátok meg. Az kibaszott idegesítő lehet, ezt ne csináljátok. Igen, ezt szokták mondani, hogy lehet, hogy túlzás, úgyhogy nem biztos, hogy jó ötlet mégse benyomni a csengőt, de azért fontoljátok meg. Döntsetek úgy. Olyan sűrűn azért nincs tartalom, úgyhogy megnyomhatjátok. Igaz, a havi egyértésítés, és szerintem ki fogjátok bírni. Ennyit a YouTube tanácsokban. Igen. Milyen temetés volt az asztalom. Jó. Szerintem a legjobbaktól kell tanulni. Ez a legtökéletesebb végszó, amit kitaláltam. Segítünk el, tudunk. Szervusz! Nagyon ügyesen nézted a videót, szép munka. Hamarosan újra találkozom. Nézzétek csak, csúcs szuper partnerek. Ők pedig itt a csodálatos patreonjaink, akik miatt működik ez az egész.